Illé Sorsolya Tünde különleges alkotásaiból nyílt kiállítás a Vörös Marti Társaság termében csütörtökön. Az alkotónak több kiállítása is volt már, önálló kiállítóként ez a harmadik, de csoportos tárlatokon is rendszeresen részt vesz. Főleg a mindennapi életéhez tartozó problémákból inspirálódik, alkotás közben dolgozza fel az érzelmeit, tapasztalatait. A kísérleti textiles elmondta, a kiállításon az elmúlt 2 év munkáit mutatja be. Talán nem annyira hétköznapi anyagokkal dolgozom, mint egy, ami a szokásos, ami a hétköznapokban előfordul. Én ugye az általam készített, merített és öntött papírt, illetve a textilt használom többségében, és ezzel hozom létre az alkotásokat. Gáné Pék Eszter, a Vörös Marti Társaság kulturális alelnöke elmondta, a kiállítás apropója elsősorban az volt, hogy Illé Sorsolya Tünde a Vörös Marti Társaság új tagja lesz. Orsi az utóbbi időben papírból, illetve textilből készített kisplasztikákat és képeket, egyébként ezek között többel pályázott külföldi pályázatokra is sikeresen, és igazából tojástartókból és textilekből hozta létre ezeket a különleges. Hát nem árulom el, hogy miket, meg kell nézni az aláírásokat, a képaláírásokat és gondolkodni az összefüggés között. A különleges technikával készült alkotásokat november 29-ig tekintetik meg az érdeklődők.